Szeretett testvéreim, olvasom a Lukács írása szerinti evangélium harmadik részének 18-tól a 20-ig terjedő verseit. Sok másra is buzdította őket, keresztelő János, és hirdette az evangéliumot a népnek. Amikor pedig megintette Heródes negyedes fejedelmet a testvére feleségéért, Heródiásért, és minden gonosz tettéért, Heródes mindezt még azzal tetézte, hogy börtönbe csukatta Jézust. Még egy fejezet sem telt el, és már is lejárt keresztelő János szolgálata. Isten kivonja őt a forgalomból, mert hamarosan jön Jézus. Felkavaróan nagy szolgálatot végzett János. Az volt a feladata, hogy az egész ország tudjon arról, hogy itt különös idő állt be, és ahogy a messiás eljövetelét meghirdette. De most félre kell állni az útból. Sajnáljuk is keresztelő Jánost, hogy olyan méltatlan az a befejezés, ahogy Heródes Antipás, a gonosz király elbánik vele. Isten úgy rendezte, hogy Heródes a palotájába viteti Jánost, mint egy házi papjának teszi meg, és ő ott ugyanolyan nyíltan és határozottan hirdette tovább az igazságot, ahogyan a Jordán partján. És amikor azt mondja Heródesnek, aki képes volt a testvére feleségét magához venni, és ilyen szentségtelenül éltek együtt, hogy nem szabad a testvéred feleségével élni, és még más dolgokban is. Jól lehet, figyelt rá Heródes, de amikor megmondta az igazságot, akkor az lett a vége, hogy bebörtönöztette. Akár Heródiás áskálódásáért, akár miért, de börtönbe került János. És itt azt vegyük észre, hogy Isten kivonta őt a forgalomból. Mi csak az eseményeket látjuk, de ha ott marad, akkor Jézus igazán nem kezdheti a szolgálatát úgy, ahogy elkezdte. Mert sokan Jánoshoz ragaszkodtak, így is panaszkodtak neki, azt is olvassuk, hogy látod, aki megkereszteltél, ez majd holnap jön az igében, megkereszteltél, mindenki utána megy, és elpártoltak tőled. Nem értették egyből az emberek, hogy János szolgálata Jézusra vezet, és ő átadja az előkészített népet, és átadja a terepet. Nekünk látnunk kell, hogy Isten ilyen hatalmasan cselekszik, és Jánosról Jézus azt mondta, hogy asszonytól nem született hatalmasabb, mint ő. Igen, megbecsülően beszélt. És tényleg ezt látjuk a szolgálata nyomán, de János nem lép Jézus elé. Még csak Jézus mellése nem zavar be, ő végzi a szolgálatát. És ez az egyik, amit a mai igéből
a magunk egyszerű kis világa gyakorlatában meg kell tanulnunk, hogy a mi szolgálatunk nem állhat Jézus elé. Nekünk úgy kell végezni, hogy amit ránk bíz Isten, azt elvégezzük, de nem állunk a mi Urunk elé. Nem tolakszunk be, nem akadályozzuk, nem zavarunk be, nem vagyunk mi ott a képernyőn. Sokszor olyan egyszerű dologban is, hogy azt mondja hívő szülőknek az Úr, hogy ne mondjátok már a gyermekeiteknek. Már unosuntalan mondtátok, inkább csak akadályozzátok, imádkozzatok a gyermekeitekért, és hagyjátok, hogy én kerüljek elő, majd én intézem tovább, és vezetem a dolgokat. A másik, amit ebből az igéből megláthatunk, hogy Heródes kikapcsolja Jézust, vagy kikapcsolja Jánost, megmondja az igazságot, és Heródes nem akarja hallani, hanem bebörtönzi, elhallgattatja valaki. Többször nem jött templomba, és találkozom vele. Mondom, nézze, hát nem látom ott a templomban. Azt mondja, hagyja a lelkész úr. A múltkor is olyat mondott, hogy 3 napig nem aludtam. Ezért nem megyek. Hát mondom, ember. Hát hogyha az megérintette az életét, a lelkiismeretét, hát akkor változtatni kellene, akkor oda kellene fordulni az Úrhoz. Hát nem kikapcsolni a lelkészt, mint a rádiót, hogy lekapcsolom, hogy ne zavarjon tovább. Ezt tette ez a gonosz Heródes, és tudjuk, hogy hogy végezte az élete végéig. Követni tudjuk az útját, amikor Pilátus előtt van Jézus, és átküldi Heródeshez. És ott akarja, hogy na most mutass valamit nekem, ott fölényeskedik Jézussal, és Jézus egy szót se szól. Már nincs szava Heródeshez. Kikapcsolta, amikor az adás szólt. Meg ne keményítsük a szívünket, testvéreim. Ha figyelmeztet az ige, ha megállít, álljunk meg, és engedjünk az ige szavának.